Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra itt a csatornámon, én Petra vagyok, és a mai videóban a Get Famous-nek a hatodik részét hoztam el nektek, azt hiszem a hatodik részét. És hát mint láthatjátok, egy kicsit megváltoztattam Skipper kinézetét. Hát most nem tudom, hogy megmutassam-e nektek az összes outfitjét, amit megváltoztattam. De hát lehet, hogy megmutatom. Viszont mielőtt még megmutatnám, azért elmondanám, hogy a házat is kicsit átalakítottam. Nem túl szép, kicsit üres, kicsit nagyon üres, és nincs benne konyha. Úristen, nem raktam konyhát. Tudom, hogy valamit elfelejtettem, úgyhogy azt majd rakok. És hát ez a hálószoba, ez ilyen olyan, tényleg olyan nagyon semmilyen. Itt van ez a kis videós sarok. Itt van egy fürdő. És igazából akkor ide akartam a konyhát, csak nem tudom miért felejtettem el, úgyhogy azt most gyorsan megcsináljuk együtt. Nagyon-nagyon gyorsan, mert nem akarom ezzel húzni az időt, mert szeretnék sok-sok jó dolgot csinálni. Úgyhogy gyorsan surfaces, nem? Mindig elfelejtem, hogy hol van. Szóval rakjunk mondjuk egy ilyen kéket. Jó lesz a kék. Igazából nem... Opa. Nincs olyan túl sokat a konyhában, nem dolgoskodik Skipper, úgyhogy annyira nem tartom fontosnak, hogy a konyhája teljes mértékben ilyen szép legyen, meg be legyen rendezve, úgyhogy egy ilyen alapot megcsinálok, aztán jöhet a rózsaszín hűtő. És úgy akartam, hogy csak nagyon kevés pénzt fogyasszunk. És igazából rakok még egy, gyorsan egy legolcsóbb ilyen kis izét. Mi a francot. És ide rakom a legolcsóbb mosogatót, és akkor rakok még ide egy pár pultot, hogy tudjon legalább főzni, hogyha már, ha már rakunk végül is neki konyhát. Így, né. Kész is van. És akkor rakok gyorsan neki egy asztalt. Nem kell túl nagy. Mondjuk... Hát... Miért rakjak? Legolcsóbbat. Jó lesz ez a fehér. Vagy a piros. Legyen valami szín. És gyorsan egy széket rakok. A legolcsóbb kis szar széket. Ezt nem egy cuki rózsaszín. Na jó, nem ezt azért, hanem mondjuk akkor legyen egy ilyen piros kettő darab. És igazából kész. Nem vittem túlságosan túlzásba. Úgyhogy most gyorsan megmutatom nektek az outfiteket. Okay, szóval ez itt az edzős ruhája volt, hoppá. Na, szóval ez az egyik ilyen mindennapi ruhája. A sminkjét is megváltoztattam, a haját is megváltoztattam, és a ruhákat, és a körmeit is, szóval azt látjátok, majd nem fogom mindegyiknél mondani. Szóval ez egy ilyen kabát, ami eléggé kihívó, kirívó, vagy hogy mondják ezt. Akkor van itt egy ilyen kis otthoni, ez nekem valahogy nagyon tetszik, ez a lezser kis semmilyen ruha, és ilyen a harmadik, ez pedig egy ilyen elegánsabb, picit elegánsabb, elmenősebb összeállítás. Akkor az elegánsa az, ez egy ilyen kis ruha lett, a haja az maradt ilyen. Akkor az edzősét azt ugye láttátok, az egy ilyen egyszerű, kis színes. Ez lett végül is az alvósa, szerintem ez nagyon kis cuki. Próbáltam egy kicsikét ranglétre, vagy rang szerint választani a ruháit, hogy ez azért egy kicsikét elegánsabb, kicsikét gazdagabb, de mégsem annyira. Szóval igen, ez a bulizósa, ez igazából direkt egy ilyen kis sportosat akartam, nagyon szép frizurával, szóval nekem ez is tetszik, nagyon tetszik ez a felső egyébként így önmagában is, meg a cipő is. Akkor itt van, ezt szerintem nem is változtattam meg, vagy lehet, hogy megváltoztattam, ez a fürdőruhája. Ez a meleg ruházata, mert hogy a meleg időben használt ruházata, kis színes, tökre tetszik nekem. És ez pedig a hideg. Itt csak igazából annyi változott, hogy a rúzsa, azt hiszem a rúzsa változott, és az, hogy kapott egy kis sálat. Viszont azt el akartam nektek mondani, hogy nem tudom, hogy itt mi történt, de itt ilyen a szeme. Látjátok, ilyen szép kék. És így az összes ilyen mindennapi ruházatánál ilyen szép a szeme, ilyen normális. És itt pedig már ez a modolt szeme van.
amit úgy lehet rárakni külön, ami ugye Barbie-nak is van. És nem tudom, hogy miért nem szedtem le róla, de valamiért nem szedtem le róla, és most így eléggé furán néz ki, hogy itt ilyen durván kék, a többinél pedig nem annyira kék, pedig annyira úgy nem feltűnő. És nem tudom, nem találom, nem tudom róla leszedni, úgyhogy ez van. Ezzel barátkozzatok meg most így. Teljesen mindegy. Oké, azt hiszem az előző részben áthívtuk a producert, vagy rendezőt, és a többi szereplőt a következő munkánknak, vagy nem is tudom, mindjárt meg is nézzük. Igen, és azt mondtam, hogy majd megnézem, hogy ezen az awardon hogy lehet részt venni, de hát erre még nem jöttem rá. De állítólag meg fognak minket hívni, úgyhogy valószínűleg tudni fogok róla, hogy mikor lesz ez az award, ez a díjátadó. El kell amúgy érnünk a színészkedés 7. jártasság pontját, vagy 7. pontját, és igen, és ma 12 órakor lesz a felvételünk, nem, a meghallgatásunk erre a ez nem is tudom, micsoda, hogy most sorozat vagy micsoda, de lesz a meghallgatásunk, azt hiszem csak meghallgatás, igen, és erre kell még egyet teljesítenünk, ez a Research Angry Emotion, viszont ezt nem is felejtettem, hogy kell csinálni, de szerintem így magunktól is tudjuk, vagy nem. Az a lényeg, hogy mérgesnek kell lennünk, és még van rá egy pár óránk, úgyhogy keresnünk kéne valakit, akivel tudjuk gyakorolni. Há, hello! Vanessa, újra itt vagy? Oké, akkor újra Vanessával fogjuk valószínűleg ezt gyakorolni. Azt hiszem, van rá külön perform skin, romance action, nem, actions, nem. Hát, igazából már nem tudom. Tudom, hogy már csináltunk egy ilyet, megcsináltunk már egy ilyet, de tökre elfelejtettem. Hol van a csaj? És itt van egy sztár, de minket ez most nem érdekel. Valahogyan mérgesnek kéne lennünk, valahogyan. Csak hogy nem tudom, hogy hogyan. Mean. Brush off. Nekünk is Angry-nek kéne lennünk. Hé, nehogy elmenjél! Ne menj el! Szerintem az a lényeg, azt hiszem, hogy mi is... Aha. Van itt feladatunk, amivel most nem fogunk foglalkozni, szóval az a lényeg, hogy egy ilyen videó footage-et kell csinálnunk, és azt feltöltenünk, és egy beauty review-t kell csinálnunk. De viszont most szeretném, hogyha ez nem már. Get in an angry emotion perform mean interactions. Igen, ezt kell csinálnunk, de elmegy a csaj állandóan, és én nem akarom, hogy elmenjen. Hát próbáljunk meg valahogy. Miért nem leszünk mérgesek? Fájt. Hűha. Jézusom, nézzétek, milyen lett az arca. Azért ezt muszáj mutatnom. Ezt nézzétek. Szét lett szegény verve. Jézusom, de milyen néz ki. És confident még mindig, és nem angry. Nem hiszem el. Nem tudom elhinni. Hát hogy nem? Brush off. De miért confident? Azért, mert győzött. De miért? Aj. Perform skin. Még mindig csak action. És romantikus van. Még egyszer. Fight. Jézusom. Hát ez igazán szomorú. Ups. Hogy nem tudunk. Na mindegy. Akkor nem tudom, hogy mi lesz. Mean. Cser. Nem tudom. De még mindig confident. Szóval igazából ezzel semmit, az égvilágon semmit nem értünk el. Úgyhogy hát ez csodálatos. Gyorsan zuhanyozzunk le. Mert miért ne? Ó! Szóval ez nem is meghallgatás volt, hanem maga a felvételre azok a feladatok, amiket meg kellett csinálnunk. Jó, hát nem mindegy, egyet nem csináltunk meg. Csak nem olyan nagy baj. Oké. Most már annyira... Igen, már nem is látszanak a sebeink, úgyhogy semmi probléma.
Egy co-star-t kéne találnunk, producer. Ők a co-star-ok, ugye? Ó, ő terhes. Jézusom, van itt egy terhes nőnk is. Oké, mit kell csinálnunk? Rehearse skin. Rehearse. Hogy kell? Actions nem. Nem. Friendly. Mit kell? Rehearse. Hát ezt nem tudom, hogy meg fogjuk egy találni ezt a rehearse cuccot. Lehet, hogy meg kell várnunk, amíg bemegy. És akkor talán majd jó lesz. Ez most valami ilyen futurisztikus dolog lehet, szerintem. Ott egy csirke meg egy nyuszi jelmez. Ó, lehet, hogy ő az. Vele kell. Lehet, hogy vele kell, mert ő van ilyen csirke cuccban. Rehearse. Hát, esküszöm, nem találom. Na mindegy. Gyorsan tegyünk fel egy Simstagram. Ups. Mi ez? Ó, ide szerintem meg vagyunk hívva, ugye? Remélem, ide meg vagyunk hívva, mert ide el kéne mennünk. Szerintem ez lesz a díjátadó majd. Milyen nap van? Ó, az hamarosan lesz akkor. Jó, akkor rakjunk fel egy Simstagram sztorit. És... most nézzük meg, hogy... Co-star, itt van! Friendly. Mutatkozunk be neki barátságosan. Nagyon jól néz ki. Wow. Nagyon jól néz ki. Nagyon-nagyon jól néz ki. Esküszöm. Faith. Nagyon szép a neve is. Csináljatok már valamit, légy szíves. Csináljatok. Mozduljatok meg. Időre megyek. Légy szíves. Csak nézzük egymást. Na azért. Hát az esküszöm. Rehearse skin. Itt van. Oké, ez meg volt. Get notice from director. Hol van a director? Operátor. Director. Get notes. Get notes. Oké. Akkor menjünk oda, vagy ő jön ide. Oké, és get notes. Rendben. Ennünk kell a kajából. Gyorsan együnk a kajából, kicsit. Jó, és utána menjünk a hair and make-up-ba. Először kíváncsi vagyok, hogy jellemezesek leszünk-e, vagy nem. Ez engem nagyon érdekel most. Oké, hát egyelőre úgy tűnik, hogy nem igaz. Ó, de úristen, milyen ez a haj. Azt igen. Úristen, hogy néz ki. Az nem semmi. Oké, kész van a kosztüm. És igazából ide jöhetnénk. És akkor mindjárt... Úristen! Hát miért csináltak nekünk ilyen szép hajat, amikor ilyen királyul... És hát ilyen szarul eltakarta a fejünket, nem is értem. Mert hogy eltakarja a fejünket ez a cucc. Most gyorsan csinálok egyébként róla egy képet, mert akarok róla egy képet így. Úgyhogy gyorsan választok valami jó kis, nem tudom, post. Nem tudom, hogy melyiket, úgyhogy hát ez még egy ideig fog tartani. Mondjuk ezek közül valamelyiket, mondjuk ezt. Jó lesz ez. Oda megy vissza, és ott pózol. Hát persze, hogy ott. Hát ez így nem túlságosan szép egyébként. Mindegy, azért csinálok egy képet. Oké. Na, akkor kezdjük el. Mondjuk meg a directornak, hogy készen állunk. Ready to perform. Oké. Szóval akkor először is ezt kell gyakorolni, vagy őt megcsinálunk. Ó, a csajjal fogunk együtt szerepelni. Sword fight. Risky kiss. Na már megint. Csajjal mi? Persze, hogy a csajjal csókolózunk. Hát ezt esküszöm, nem hiszem el. Ha megint. Jézusom, hogy néznek ki. Oh.
Jézusom, ezek ilyen karddal harcolnak. De menő. És akkor már megint ez a kis... Istenem, Istenem. Miért? Miért vállalom el ezeket? Nem is értem. Szerintem ezek férfi szerepek valószínűleg. Jó van, hát csináljátok. Ez már egy kicsit fura egyébként, hogy ennyi. Na mindegy, igyunk egy piát is. Ez az, ünnepeljünk, jó. Fire, akkor ide risky fight és risky sim ray. Oké, gyorsan csináljuk meg ezeket is. Hűha, hát ez nem volt túlságosan jó. Szerintem ezt elrontottuk. Én szerintem ezt is elrontottuk. Nem kaptuk meg az aranyat. Basszus. Hát ez csodálatos volt. Amúgy elég sok pénzt kaptunk. 7000 valamennyit kaptunk. Te jó ég. Úristen. Ezzel nagyon sok pénzt lehet keresni, úgyhogy... Úgyhogy... Tök mindegy. Tehát, hogy én fogok ilyeneket csinálni. Akkor valahogyan el kéne érnünk, hogy még ennél is jobb filmekben, vagy sorozatokban éppenséggel nem tudom, hogy ez mi volt, szerepeljünk. Szóval kicsit a szükségletein kéne dolgoznunk. Jó, és aztán menjünk aludni. És kéne keresnünk egy meghallgatást majd, amikor felkeltünk, és utána pedig játszhatnánk ezen az akármin, tapifonon, vagy mi a francon. És kéne gyakorolnunk a színészkedést, mert hát azt nyilvánvalóan kéne. Úgyhogy azt gyakoroljuk is majd, amikor felkeltük. Vagyis nem gyakoroljuk, hanem először felvesszük, akkor azt a... először beindítjuk a streamert. Igen, hogy egy ilyen neighborhood footage-et csináljon. Azt hiszem föl van töltve, jó. És utána meg majd a beauty tipset megcsináljuk, vagy a nem tudom micsodát, mit akart. Na nézzük, hogy miket akar, vagy mik vannak, amiket tudunk jelentkezni. Melodies of the City. Ez tök jól hangzik. Egyébként. Viszont van itt egy csomó másik. Olympus Landing. Ezen voltunk, azt hiszem most. Residency of the Heart. Na, ezt meg akarom nézni, hogy ez mégis milyen. Karizma level 5. Én ezt szeretném. Nem tudom, hogy megvan-e a karizmánk az 5-ön. 5. Megvan az 5-ös szintünk, úgyhogy ez teljesen jó. Gyorsan játszunk egyet. Nagyon gyorsan, légy szíves. Utána mit kell fölvennünk? Gyorsan visszaolvasom, hogy... Elő lettünk léptetve egyébként szupersztárrá. Várjátok, mindjárt megnézem, hogy azt hiszem a legfelsőbb szint, mert hogy értitek. Igen, beauty reviews-t azt kell csinálnunk, úgyhogy gyorsan majd csinálunk egy beauty reviews-t. Post updates, reply to comments, hype next video, és record, na. Mondom, record videó és product review, beauty products. Igen. Beauty reviews, oké. És megnézzük, hogy akkor hány szinten vagyunk. 9. szinten vagyunk. City Street Stage, Romantic Garden Stage. Na, azt a Romantic Garden eset szeretném mindenképpen. Akkor a kis drónunk elment körülnézni a szomszédságban. És ott jön is vissza. Rendben. És reméljük a travel videó legyen a neve, az jó lesz. És akkor hogyan transfer videós, oké. Tök jó, hogy a kis pizsijébe csinál egyébként ezt a beauty review-t. Használja ezt, és utána menjünk enni. Have a kick. Oké, ez így tökéletes lesz ez a név. Have a quick meal, a cereal teljesen jó lesz, és azt hiszem átvittük a dolgokat a gépünkbe. Úgyhogy igen, itt is vannak egyébként. Happy vlog, úgyhogy töltsük föl őket. Upload video. Mármint, hogy
upload videó. Oké. És view videó, és ezt is töltsük föl, ezt mindenféle szerkesztés nélkül. Majd megszerkeszti az, aki akarja, engem nem érdekel túlzottan most. Jó, és mikor lesz a meghallgatásunk? 9 órakor, holnap. Igen. Holnap 9 órakor, és ugye addig el kell érnünk a karizmánknak a izéját, de azt már elértük, azt a bizonyos szintet. Úgyhogy menjünk gyakorolni a színészkedést, és aztán szerintem egy kicsit még gyakoroltatom vele a karizmát, mert biztos, hogy egy felsőbb szint is kell ahhoz, tehát majd később biztos, hogy több, hogy mit akarok mondani, várja, hogy magasabb szintű karizma, meg bármi más jártasság kell, úgyhogy azt is szeretném fejleszteni addig is, amíg ugye nem fog majd kelleni. Mindegy, nem tudom megfogalmazni. Hagyjátok a francba. Úristen, már 3747 feliratkozónk van, vagy követőnk, bocsánat. Ez azért nem semmi, és ott van a fejünkben egyébként a kis drón, és szerintem le fog merülni lassacskán. Viszont elértük a negyedik szintet a gitárjártasságból, és 4047 követőnk van, ami szuper. És igazából megvan a karizmának ugye az a szintje, ami kell nekünk. És tök jó, hogy így gitározás közben streamelünk, vagy hát, hogy minket néz az a cucc. Vegyünk fel egy ilyen fashion tipses videót, és azt nem tudom, hogy hát majd ki kell cserélni szerintem. Jézusom, törölközőben? Mi a franc? Szóval nem tudom, hogy mikor fog lemerülni az aksia, úgyhogy hát azt majd figyelnünk kell. És el kéne mennünk közben WC-re fürödni, és persze enni. Nem tudom, hogy miért megy le ilyen gyorsan egyébként az éjsége. Minden esetre csináljunk valami finomat. Fashion tips videó, oké. És itt van egy travel videó. Ezt nem töltöttük föl. Az gáz. Pedig arra lett volna, hogy a 24 óránként azt hittem, hogy azt föltöltöttük. Na mindegy. Nézzük meg. Ezeket a képeket egyébként ide kitehetnénk. Oktáviától. Ezt csak lerakni tudjuk, ezt nem is tudjuk kitenni. Úgyhogy ezt igazából ide lerakhatjuk. Akár. És akkor itt van a pasinitól, meg ettől a nőtől. Jaj, milyen kis szépek. Ez mind. Do you want to go to... Hát most már mindegy. Hogyha akartam volna menni, akkor sem mentem volna ezek szerint, mert későn nyomtam rá arra, hogy akarok. Oké, vannak itt mindenféle selfik. Hát kettő selfit nem rakunk ki. Ezeket... El tudjuk adni. Ezt adjuk el. Vagy rakjuk fel Instagramra. Ezt pedig adjuk el a közönségnek. Ezt is fel tudjuk tölteni a Simstagramra. Adframe egyébként, ezt szeretem volna. Appraise. Mi az az appraise? 300 Simoleon? Úristen, értem! Szóval lehet ilyen ajánlatokat kérni rá, hogy ki mennyiért venné meg. 400. És Oktáviájét vajon? 100-ért csak. Na hát szegény izé. Kyla lesz a legolcsóbb szerintem. 20. Bizony. Kevesebbért tudjuk eladni, mint amennyiért alapból ott volt, hogy adjuk el. Na mindegy, menjünk aludni. Holnap úgyis nagy nap lesz, vagy ma, holnap. Ma. Huhu, ez problém. Ajaj, na mindegy. Pezd! Yeah! Megkaptuk a szerepet, és mit kell csinálnunk? Research flirty emotions. Emotion? Oké.
Develop friendship with director, ez már készen is van. Develop your charisma skill, oké. Akkor a karizmát gyakoroljuk, és áthívjuk majd Dirk-öt, mert vele meg tudjuk a flörtös emotion-t gyakorolni, vagy megtalálni magunkban, vagy mit tudjam én, hogy hogyan mondják ezt úgy egyébként. Na, teljesítettük ezt a karizma skill-es gyakorlásos dolgot is. Úgyhogy akkor most remélhetőleg átjön Dirk. Átjön? Hogy egyáltalán áthívtuk? Invite. Gyerünk, gyere át. Úgy. Jön. Szia, Dirk. Te meg menj innen. Tőle el kell vennünk a residence key-ünket, mert mi már nem vagyunk túlságosan jóba. Oké, és akkor Dirk. Kicsit romantikázzunk, légy szíves. Keresztség. Akkor... Blow a kiss. Te most elviszed a kajámat? Ja, ti ki takarítja? Én ezt is köszönöm, nem értem. Oké, Oké. Szóval kéne egy kicsit wuhúznunk szerintem. Az nem lenne egy szar ötlet. Úgyhogy menjünk és wuhúzzunk egyet. Remélhetőleg attól majd flörtös hangulatba fog kerülni. Nem. Nem, csak boldog lesz tőle, de nem. Akkor próbáljunk meg további romantikus interakciókat végrehajtani. Hát, ha azzal sikerülni fog. Most akkor ezen fogunk gyakorolni. Egyébként pedig vasárnap, azaz holnap 12 órakor lesz a felvétel, a reklámfelvétel, és ugye egy kórházi jelenet lesz elméletileg, már nagyon várom. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz ez a kórházi jelenet. Na jó, mit kell csinálnunk ahhoz, hogy ez eltűnjön? Entertainment. Entertainment. Oké. Take a photo with Dirk. Hát persze. Hogy Dirk-kel. Csináljunk egy képet vele. Jaj, de kis aranyosak. Hát Dirk nem néz ki annyira jól egyébként, de aranyosak. Hé, megcsináltuk a képet, most mi bajod van? Átöltözünk és csinálunk egy selfit. Hát, ha az jó lesz. Nem tudom, ebbe öltözünk át. És akkor csináljunk egy selfit. Vagy... Igen, csináljunk egy selfit. Na, a háttérben. De rossz kedve van. Menjünk valamerre máshova. Hát ez egy nagyon érdekes kép lesz. Honnan lesz senki? Innen? Hát ez egy nagyon fura kép. Esküszöm. Oké. Semmi probléma. Mindegy, romantikázunk tovább. És igazából Vanessa igazán elmehetne, mert miért is van itt, szóval. Na mindegy. Oké, akkor játsszál a telefonoddal. Most akkor mit tudok csinálni, hát? El kéne ezt az izét tüntetni, hogy ugye ezt a akármi quirk-öt, vagy mi a francot. Jaj, nehogy elmenj, léci, ne menj el. Na, csak sikerül ez. Tudtok ti legalább. Na, csak bejön. Kiss hands. Oké, és 50%-on van. Akkor ilyeneket kell csinálnunk, ahol itt van ugye ez a kis rózsaszín cucc, hogy ehhez a emotion állapothoz való. Ugye, és akkor fog feljebb menni. Ezt most már meg kéne jegyeznem. Mert hasznos lehet a későbbiekben, mindenképpen. 70%, oké. Gyerünk. Még nincs vége? Ja, komplet vége van. Akkor semmi. Akkor oké. Akkor menjünk egy gyorsan a WC-re, és aztán csinálhatnánk egy ilyen love advice vlogot, mert miért ne? Azt most csináltam egyébként először az előző felvételemnél, a Barbie-t vettem föl, és ott csináltam először ilyen love advice vlogot. Szerintem tök király egyébként, hogy ilyet is lehet.
Oké, és gyakoroljuk, hogy mi a trend mostanság így a neten. Akkor ne. Rendben, akkor ne. Trending. De igen. Comedy, tech reviews, Flower Ranking, Days Blog. Oké. Hát. Hát oké. Akkor csináljunk egy... nem tudunk csinálni. Tech review-t. Ezek közül egyiket se tudjuk megcsinálni. Hát ez nagyszerű. Akkor semmi. Akkor nem mondtam semmit. Együnk egy kis chicken nuggets-eket, és utána menjünk aludni, mert holnap, vagyis ma, ugye délre megyünk, azt hiszem, felvételre megint. Ez az. Már annyira vártam. És szeretnék ebben a részben megcsinálni még egyet ezeken kívül, tehát három reklámfelvételre akarok elmenni, vagyis egy már megvolt, most lesz 12-kor egy, és utána még egyre szeretnék elmenni, és remélhetőleg nem futunk ki az időből. Mennyinél tartok? Húristen, már 44 percet csinálom. Azt a mindenit. Nagyon telik az idő, amikor szimszezek, az a helyzet, hogy borzalmasan. És így tökre szívesen csinálnám azt, hogy leülök, és reggel, és este állok fel a géptől, tehát tök király lenne, sőt éjszaka, mert hogy most már, hogy van fényem, ugye éjszaka is tudnék fölvenni, meg amikor ugye nincsenek túl jó fények. Most nézem, hogy itt nem változtattam meg a padlót, de igazából mindegy. Oké, megkaptunk még egyszer, megint egy ilyen feladatot. Record neighborhood footage. Oké, record neighborhood footage. Azt meg is tudjuk csinálni, és 10 óra van, vagyis szerintem nem tudunk... any video footage. Oké, tök mindegy, milyen videót teszünk föl. Csak valamit tegyünk föl, azt mondja. Jó, hát akkor én megvágom, hogyha szeretnének. Akkor ezt én meg tudom vágni. És akkor fel tudom tölteni. Nem tudom, hogy sikerülni fog-e megvágni. Szerintem nem fog sikerülni. Majd folytatjuk. Még jó, hogy van talomban egy-két videónk. Mi ez? Pletykálnunk kell valakivel a szeten. Na most erre még mindig nem jöttem rá, hogy mi a franc akar lenni az a szet. Viszont most megpróbálkozunk ezzel a sráccal, aki egyébként Genji és aranyos. Nagyon aranyos. Remélem, hogy ő a szethez tartozik. De akkor ezek szerint nem. De! Ó, de a szethez tartozik. Szuper! Ez a kamerás bácsi. Szeretnék... Friendly. Compliment a sim. Oké. Menjünk. Vagy ő jön, nem tudom. Vagy várjál, akkor ezzel a csávóval csináljuk. Compliment. Hol is van? Valahol itt kell lennie. Compliment outfit. Azt szerintem tökéletes lenne. Oké, sikerült. Jó, practice acting. Practice acting. Hagyjuk ezt a csávót, léci. Köszönjél el tőle szépen. Köszönöm. És gyakoroljuk egy kicsit a színészkedést, és aztán menjünk a hair and make-up-ba. Úristen! Ányá, vagy ki a franc, meg a csávó is mindketten megöregedtek. Hát majd lassan változtatni kell az embereken, és itt van egy tök szép sminkű csaj. De jó, Angel. De jó a haja. De tök király a haja. Na. Oké, hát mint mondtam, egy ilyen kis szexi doktornő szerepet kaptunk. Szerintem. És be funny on set, azt mondja. Hát a producer, vagy a rendezővel megpróbálhatunk viccesek lenni. De hogyha ez nem sikerül, akkor is mondjuk meg neki, hogy készen állunk egyébként a felvételre. Úgyhogy... sikerült, szuper. Akkor most mondjunk neki, hogy készen állunk. Oké, mi ez kinek vannak? Flirty, shouting, death. Úristen, meg fogunk halni, de jó. Akkor ez nem hiszem, hogy ez a death az első, hanem ez. Szerintem ez lesz az első. A haj is ezzel a akárkivel kell csinálnunk. És esik kint a hó. Oké. A következő az a risky flirt lesz, ahogy látom. És itt lesz a treat patient. Ja nem, itt lesz. A risky treat patient. Patient, ja. Nagyon jól áll neki ez a szerep.
Kész is van. Yeah. Oké, akkor legyen a következő a Risky Kiss. Ezzel a bácsival, akinek nagyon csúnya orra van. És valószínűleg egy ápoló egyébként a ruhájából ítélve. Akkor itt van a halál, ahol meghalunk, és nem értem, hogy miért halunk meg egyébként, de meghalunk, és ez a lényeg. Úgyhogy, igen. Hát ez csodálatos ez a halál. Már ne haragudjatok, de ez a halál, ez borzalmas. Ez meg körülbelül a kutyák ilyen halottnak tettetéséből vették szerintem ezt a... Na és most felkelek, és ha, minden oké, okay, yeah! Amúgy nem, de szerintem igen. De szépen meghalt. Jó, és aranyfokozatot kaptunk, úgyhogy tök szuper. És csinálhatnánk egy selfie-t itt magunkról, mert miért ne? Take a selfie, még amíg itt vagyunk, gyorsan léci. Yeah! Basszus. Basszus, nem tudunk selfie-t csinálni. Pedig amúgy csinálhattuk volna ezt, hogy minden egyes ilyen reklámfelvétel, vagy sorozatfelvételkor csinálunk egy selfie-t. Na most én azon gondolkodok, hogy Barbie valószínűleg nem lesz színésznő, viszont valaki, hogyha egyszer majd még a valamelyik sorozatomban lesz színész, vagy színésznő, és szerintem lesz, akkor tutira megcsinálom ezt, hogy mindegyik egyes ilyen felvételkor, vagy nem tudom mi, tehát itt értitek, csinálok egy képet, és akkor az így tök jó. Oké, akkor megvágtuk azt. Úristen, hát elromlott a kis gépünk. Ez nagyszerű. Viszont kéne keresni új meghallgatást, úgyhogy gyorsan megjavítja. És utána keresünk gyorsan egy meghallgatást, bár meg kellett volna néznünk, hogy milyen izéink vannak, milyen jártasságaink, de nem baj. Valami drágát szeretnék, amiért nagyon sok pénzt kapunk. Mondjuk ez, The Sheriff from Alpha Centauri. Oké, ez lesz az első, akkor Melodies of the City, és Melodies of the City. Nekem ez tetszik. Oké, ez kell. És a karizma 7-es jártasságát kell elérnünk. Úgyhogy kis csajszi, ezt itt kérlek szépen dobd ki, és várjunk, nézzük meg, hogy akkor most megvágtuk-e azt a videót, vagy nem. És hol van a kis drónunk egyébként? Csak úgy érdekelne, hogy az úgy hol van. Eltűnt a drónunk? Tökre eltűnt a drónunk. Itt van, kint van, itt. Ezt gyorsan be kéne hoznunk, mert nem akarom, hogy ott kint legyen. Nem tudjuk fölvenni? Hát persze, hogy nem tudjuk fölvenni. Open. Nincs benne semmi. Akkor szeretném, hogyha csinálnál egy ilyen footage-et, vagy nem tudom, hogy hogyan mondjam. Oké, nekem kell... Tudom, hogy van egy olyan dolog, amit itt meg lehet venni, ami a quirköket eltünteti. Úgyhogy én... Remus van. Oké, ez kell nekünk. És ezt meg is veszem. Nem kell ez a quirk. Ez nekem annyira nem tetszik, hogy hihetetlenül. Úgyhogy valószínűleg ez a cucc itt van benne az eszköztárunkban. Igen. És meg kéne innunk. Phone Fanatic. Oké. Eltávolítottuk. Szuper! Akkor most nézzük meg ezt a fém izénkat. Hol is van? Meg... hát három. Csillagosok vagyunk, és ezt nem kellett nekünk, és vannak ilyen körkök vannak, vagy körkök, vagy micsodák. És ezeket végignézem, hogy mi ez. Jó, hát majd valakit vagy valamit biztosan valami biztosan lesz majd, nem tudom. Na mindegy, mi ez? All Nighter. Oké, ez jöhet nekünk, és ez micsoda? Giving back. Oké, ez a kettőt, ezt megveszem. Már B-listások vagyunk egyébként. Travel video, oké. És te, gyere be. Legint streaming. Engem gyere, engem kövess. Úgy. És mi megjöjjünk be a lakásba, és kövessen minket addig, amíg le nem merül. Gyakoroljuk a
karizma jártasságot gyorsan, és akkor remélhetőleg ezzel is megy föl. Start 24 hour charity stream. Hát de hogyha elmegyünk, akkor nem hiszem, hogy... mert hogyha itthonról elmegyünk, akkor nem hiszem, hogy követ minket, úgyhogy... ezt majd akkor tudjuk megcsinálni, hogyha 24 óráig itthon leszünk. Ami nem tudom, hogy mikor lesz egyébként. De... majd akkor. Nem tudom. Talán majd, amikor kedden visszajövünk a meghallgatásból, majd akkor esetleg... akkor rögtön beindítjuk, és akkor tud minket követni addig, ameddig akar. Hupszi, nem ezt akartam csinálni, hanem akartam volna csinálni valami ilyen normális szendvicset, illetve elővenni. Igen, akkor használja a WC-t, és akkor mi legyen? Bright White light-okat szeretnék. Itt is tudunk. Post updates, reply to comments. És nézzük meg, hogy mik vannak. Szóval mi van megvágva? Great quality. Oké, akkor ezt így, ahogy van, ezt föltöltöm. Szerintem azt nem vágtam meg, bár nem tudom. Skipper, this was his ass. I'm already getting... Oké. Vágjátok meg, ahogy akarjátok. Engem nem érdekel. Good. Fair. Ezt a good videót, hogyha esetleg megvágnánk, talán még jobb lehetne. Talán. Bár nem vagyok benne biztos. Nézzétek meg azokat a körmöket. Nagyon durva, ha? Eléggé. Oké, és nézzük is meg. Great! Oké, akkor rakjuk föl. Szuper! És akkor tovább gyakorolhatnánk a beszédet, mert hát kell még sok hozzá. És még csak, még csak hétfő van, és kedden fog 9-kor kezdődni, akkor igazából elindíthatunk egy ilyen 24 órás charity streamet. Úgyhogy változtassuk meg gyorsan az outfitünket, mert ez nekem nem tetszik, egy ilyen kis otthonira, és 24 órán keresztül gyakoroljuk a beszédet. Vagy legalábbis elég sokáig. Opa! Jaj, ne, ne álljon le! És leáll a 24 órás charity stream. Folytassuk. Vagy igen, folytassuk, vagy... Take from her charity. She has 2 hours to tend to her knees before he must... Aha! Tehát ilyen 2 órás szüneteket azért kapunk. Oké. Akkor fizetessük ki a számlákat, csak hogy tudják, hogy mi is azért fizetünk számlát. És hogy ilyen kedvesek vagyunk, ezt égessük el, de menjünk a közeléből, hogyha lehet. Hát ez egy csodálatos kép lett. És most menjünk is innen, mert félek, hogy bármi lesz vele. Jó. És mit csináljunk? Mondjuk... fejleszthetnénk valamit. Mondjuk a fitness jártasságunkat fejlesszük. Mert lehet, hogy az is majd a későbbiekben kelleni fog nekünk. Milyen francot keresel itt bent? Csak úgy bejössz ide? Ennyi, bennyi. Mi az a Plug Some Inspirations? Vajon? Fogalmam sincs, mi lehet az. Na mindegy. Oké. Gitározunk most egy kicsit. Hol tart a fémpontunk? Úristen, megy föl! Nagyon durván megy föl. Menjünk akkor csinálni. De hát folytatjuk már. Akkor azért valószínűleg nem is tudjuk. Vegyünk föl egy inspirált... vlogot. Tök jó ez a háttér egyébként. Szerintem körülbelül így ennyit láthatnak belőle a nézők. Vagy nem is tudom, igazából lehet, hogy ennyit, és akkor lehet, hogy látják a többi részt ott. De annyira nem gáz. Egy királyul néz ki. Lehet, hogy ilyen közelről veszi magát. Igazából kár, hogy nem tudjuk ezeket a videókat amúgy megnézni, pedig tök jó lenne, ha meg tudnánk nézni, de sajnos nem tudjuk. Na mindegy. Felveszük ezt a videót, és utána pedig szerintem megvághatjuk. Tudjuk upgrade-elni? Nem tudjuk. Akkor record... nem. Akkor nyissuk ki meg, igen, így kell, és... milyen... fair, mindkettő szar videókat csinálunk. Nem is értem, hogy akkor miért csináljuk, na mindegy.
kitartás, jobbak is lesznek ezek, és utána pedig... Ó, várjatok, ja nem, még csak hétfő van. Jó, tehát megszerkesztjük gyorsan, és utána pedig gyorsan majd föltöltjük. Rendben. Most már great! Oké, most már a szerkesztéssel nem lesz rosszabb. Eljutottunk erre a pontra, ami szuper. Akkor mit csináljunk? Add effects. Effects-eket is tudunk már hozzáadni. Szuper. És utána meg majd egy ilyen effects have been added, such as full lens flare, plus sparkles. Minden van rajta. Jó, és akkor most megvághatnánk normálisan. Oké, tehát a fordítás is van hozzá, meg minden. Proper celebrity-k lettünk. Yay! Proper celebrity. And a big deal. És mikor lesz ez a díjátadó cucc? Az ma... Meet a celebrity event. Pont akkor van munkánk. És megint nem mentünk el erre az eventre. Basszus, hogy mindig elfelejtem, és sosem megyek erre. De ezt sem nem hiszem el. Hát hogy lehetek ilyen szerencsétlen, hogy mindig elfelejtem, és mindig túllépem azt az időt. Istenem. Sose fogjuk megtudni amúgy. Soha az életben nem fogjuk megtudni, hogy mégis mi lehet ez. Viszont az a lényeg, hogy már 4 csillagos sztárok vagyunk. Ami az azért durva. Tehát az azért nagyon kemény. Akkor most csináljunk egy kis kaját. Vagy megint ezt választottam, a rosszat, amit nem akartam. Chipset együnk. Nem túl egészséges, de együnk egy kis chipset. És szerintem a kis drónunk az tönkrement. Úgyhogy most egy kis szünetet tartunk, ugye? Viszont megjavítottuk, úgyhogy tudjuk folytatni. Ezeket kidobhatjuk, kicsit rakjunk rendet. Zuhanyozzunk le, és folytathatjuk tovább. Egy órájunk van, hogy visszatérjünk. Mi lenne, hogyha most itt folytatnánk a streamet? Ó, de start. Térjünk vissza. Micsoda! Törölve lett, nem már. Hát csak fürödni akartam. Jó, akkor mindegy. Akkor majd máskor csinálunk egy 24 órás streamet. Jaj. Viszont olyan sok ideje videózok már, hogy nem bírom kivárni ezt az időt, sajnos. Még ezt megvárjuk, hogy elmegy a meghallgatásra gyorsan. És utána meg majd... Úristen, kaptunk... Ó, a royalty report, ez aztán nagyon kemény. Ú, de örülnek, hogy kim van a falunkon. Hű. Oké, megkaptuk a szerepet, szuper. És ilyen... Itt is van a csávunk, úgyhogy ezt még gyorsan. Gyorsan. Performance skin, romance skin. Ú, egy horror filmbe szeretnék. Egy horror filmbe. Abba akarok játszani. Oké, és akkor vele gyakoroljuk most akkor a romantikus skin. És akkor még egyszer, gondolom. Romance skin. Mert ez 50% volt. Akkor gondolom, oké, és a playful emotion-t kell megtalálnom, vagy nem tudom. Ahogyhogy, hát lehet, hogy még akkor maradok egy picit, nem tudom. Make funny faces, funny, do an impression, joke about old times, már nagyon régóta ugye együtt vannak, joke about politicians, az a baj, hogy hisztérikus állapotban van, úgyhogy én most mentek egyet, mert nem akarom, hogy bármi baja legyen szegény Skippernek, mert ugye bele tudnak halni a szimek ebbe a dologba is, úgyhogy nem akarom, hogy belehaljon, úgyhogy mentek gyorsan egyet, és sajnos folytatnunk kell ezeket a playful dolgokat. Oké, kézzel is van, és már csak a karizma skillünk maradt, úgyhogy folytassuk a beszélgetésünket a tükörrel. És akkor miután ezt megcsináltuk, már tényleg elköszönök tőletek, és akkor ez a Melodies of the City reklám vagy sorozat, nem is tudom, hogy most hirtelen micsoda, szerintem valami sorozat, akkor majd folytatom. És mi is már olyan sztárok vagyunk, hogy csillogunk, de jó! Hogyha valahova megyünk, akkor mindenhova fotósok fognak követni, vajon? Na, ez erre kíváncsi vagyok. Jó.
készen is van. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottatok a mai videóban. Tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!